Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás cínege számára, ami azt jelenti, hogy ez a felvétel egy személyes jóslás. Kedves cínege, üdvözöllek téged, ez a te felvételed, és az első kérdés, mire gondol, milyenek a gondolatai, és mik a tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az, hogy milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az, hogy mit közöl veled, milyen lépéseket tesz irányodba. Ehhez jön még egy napi kártya, illetve egy ajánlat. Végül is itt most nem a mai napról, hanem a jövőről van szó. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai. Itt ez a kerék, ez a sors útját jelenti. És ez a kerék mozog előre. Ha félelmeink vannak, akkor megáll. És abba az irányba, ahova mi nézünk. De az ő szeme be van kötve, itt ez a hölgy mutatja szimbolikusan az ő jelenlegi állapotát vagy gondolatait, nem tudja, hogy milyen irányba fognak mozogni az események. Ő tudja, hogy valami változás lesz a sorsában, vagy a sorsotok között, de még nincs neki terve, hogy milyen irányba, vagy még bizonytalan. Az is előfordulhat, hogy bizonyos dolgokat nem akar látni. Erre utalnak itt a könyvek is. Ezek a könyvek nem nyitottak, és ez utal az ő zárkozottságára. De ezek a könyvek arra is utalhatnak, hogy ő sokat olvas, képzett, vagy tanul valami újat, vagy tanul valamit az élet iskoláján. A harmadik kérdés pedig úgy hangzik, hogy mit közöl veled? Ezt mutatja itt ez a kártya. Ő azt szeretné, ha te várnál rá. És ő úgy érzi, hogy nálad le tud gyökerezni. Ő megtalálta az ő királynőjét, és az te vagy. A háttérben ez a hajó szimbolizálja a reményeket. Ne add fel a reményt. A hármas számnak is van egy jelentése, mégpedig az, hogy ti összejöttök, és ebből a kapcsolatból kialakul valami új, amit közösen terveztek, vagy végrehajtotok. De ez a hármas szám azt is jelentheti, hogy egy harmadik személy figyel benneteket, befolyásolja őt, vagy uralkodik még rajta. Ez jelentheti ezt is, ez a kártya. Én most összefoglalnám azt, hogy miről van szó. Ő elgondolkozik az ő sorsán. Ő biztos abban, hogy sorsdöntő fordulatok lesznek. Most nem akar oda nézni, és zárkózott. De ő tudja, hogy döntéseket kell, hogy hozzon, és az kihat az ő sorsára, kihat a te sorsodra, mindkettőtökre. Ő akarja, hogy te várj rá, és ő úgy érzi, amit mond is neked, közöl veled,
hogy várj rá, mert ő hozzád tartozik. És ez a remény, és bízzál ebben. Te vagy az ő lelkében a királynő, és te adod neki az erőt. De még van egy másik személy a háttérben, én úgy gondolom, hogy ez egy hölgy, aki hat rá, és uralkodik felette. Vagy megpróbálja őt befolyásolni, és ő gyakran erőtlennek érzi magát. Még nem nyitott erre a kapcsolatra, még nem közli az érzéseit, de egy 3 hónap múlva megvan arra a remény, hogy ő közeledik hozzád, és adja neked a biztonság érzetét. Én most felteszem a kérdést, szeret ő téged, közeledik hozzád, igen, nem, vagy minden bizonytalan. Amennyiben az inga jobbra fordul ki, az azt jelenti, igen, ő fog hozzád közeledni. Amennyiben az inga balra fordul ki, az azt jelenti, nem, ő elhagy téged. Amennyiben az inga megáll, akkor úgy megállnak az események, és minden olyan bizonytalan. Az inga jobb oldalra fordult ki, és az azt jelenti, igen, ő keresi a kapcsolatot veled, mert ő szeret téged. Kedves Cinege, így tudtam a kérdésedet megválaszolni, köszönöm, hogy megbíztál bennem, és kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!